Sziasztok, Timi vagyok a Mondókonról, és itt van mellettem Takaya Kurokawa. Konnichiwa. Ő a mai japán sztár vendégünk, aki a Kon szombati napján fellépett és fergeteges koncertet varázsolt nekünk. Most felteszek neki pár kérdést, úgyhogy maradjatok velünk. Szia, Taka. Szia, Taka vagyok. Szia. Hogy vagy? Jól, köszönöm, és te? Szuper vagyok, köszönöm szépen. Jól tudom, te Magyarországon élsz már egy ideje. Milyen óta vagy itt? 2010 óta vagyok, ez a 8. éve. Isten, és mit csinálsz itt Magyarországon? Hogy kerültél ide? Ide jöttem Orvosi Egyetemre járni. Azt mondjuk döntöttem, hogy szeretnék itt maradni legalább pár éve. Mondjuk a szakmát megtanulni. Most jelenleg baleseti sebész vagyok, és ott dolgozok a Szegedi Klinikán. És a szabadidődben a zene iszonyat nagy helyet foglal el az életedben. Mióta foglalkozol zenével? Pontosan nem emlékszem. Mondjuk ez a baj, vagy nem baj, de én sose jártam tanárhoz, vagy semmi olyan, mondjuk tanfolyamon, csapatokon nem szoktam csatlakozni, nem is annyira szeretem mondjuk, és csak magamnak otthon a saját időmben, egyedül mondjuk szoktam gyakorolni, énekelni, táncolni, és folytattam mondjuk. És milyen stílusok a kedvenceid? Nagyon jó kérdés, mert tényleg mindenfajta zenét szeretek. Klasszikus rock, például a Queen-t egyik kedvencem, Michael Jackson-t is szeretem, koreai zenét, főleg a Big Bang. Nekem nagyon tetszik. Igazából jazz, zongorázni is szoktam, komoly zenét is szoktam, mondjuk koncentrálni, hallgatni. Szóval gyakorlatilag mindenfajta zenét szeretem. Nagyon sok oldalú vagy. És itt a Konon milyen érzés ilyenkor neked fellépni? Tehát egy közönség előtt. Mit érzel, amikor fel kell lépni egy közönség előtt? Hát nekem a prioritás az, hogy a vendég, mondjuk a vendégem a legjobb idővel táncolnak, vagy énekelnek, és én nem szoktam izgulni, csak maximálisan mondjuk szeretnék ilyet csinálni, hogy bulizni mondjuk, de nem csak magamnak, mindenkinek a színpad mellé. És ha valaki szeretne téged megnézni más koncerteken vagy fellépéseken, van rá lehetőség? Ritka, de igen. Szegeden szoktam koncertet tartani, csatlakozni valami orvostanhallgató koncertet, nemzetközi vesteket, ilyesmi előadásokon. De ezen kívül néhány YouTube-on is felszoktam adni valami apróságot mondjuk. Szóval mondjuk, őszintén mondok, picit ritka. Kevés a lehetőséget. És ha valaki úgy, mint te, tehát önmagától szeretne megtanulni, énekelni, akkor milyen tanácsot adnál neki, hogy hogyan érdemes neki kezdeni? Tanácsom az legyen valószínűleg, hogy ha szereted valamit, ez nem érdekes, ha alig azt mondja, hogy ez tényleg nehéz, vagy nagyon bonyolult technikailag, vagy ilyesmi, csak az a motiváció, hogy nagyon szereted ezt a specifikus, mondjuk ezt, pont ezt szereted, és szerintem további csak szerintem fog, és nem is érdekel, hogy nehéz, vagy nem. Például én itt tanultam, mondjuk megtanultam gitározni pár év alatt, és képzelve ő kezdtem gitározni, amikor néztem a Miyagi felvételt. Nyilván ez nem olyan alapszintű gitár technikát, de ezért szemben, hogy inkább ezt akarom csinálni, és pár év múlva ezt is tudok, másik technikát is tudok, szóval megszoktam gitározni. Szóval szerintem a szereme ez a legfontosabb. És ez egyébként zseniális, hogy te milyen szépen beszélsz magyarul, és emellett még ahogy beszéltük, te még több nyelven is beszélsz. Honnan van ez a nagyon fogékonyságod a nyelvekre? Én őszintén mondom, amikor érkeztem Magyarországra az első alkalommal, én 20 éves koromban, 2010-ben Szegedre érkeztem, és senki nem tudta mondjuk rendesen angolul velem kommunikálni, és ez nem szeretem, amikor érzem, hogy van olyan
nem csak olyan sztereotípusos, hogy olyan rasszimus, ilyesmi, csak nem szeretem, amikor nem tudok valakivel rendesen kommunikálni. Ez nem fontos a kollégámmal, barátaimmal, csak tök mindegy, kerekközös nyelve. És azért volt nekem sok lehetőség a külföldön tanulni, Németországban, Franciaországban. És ha ott vagyok, hát biztos megtanulnám az új nyelvet. Most jelenleg nagyon szürkülök a BB-t, és most már szerintem a következő nyelv az, hogy horvát meg. Tényleg? Azt a mindenit. Most hát igen. Sok sikert hozzá, köszönöm, és remélem, szépen. Hogy még látunk itt a Mondókonon. Biztos. Örülök, hogy itt voltál velünk. Én is. Köszönöm szépen a lehetőséget. Hát akkor sziasztok!